Caracciolo Szent Ferenc. 1563-ban született, Közép-Olaszországban mondhatni így, Chieti mellett, Villa Santa Mariában, és 1608-ban halt meg. Szent életű római katolikus pap, Caracciolóiak rendjének alapítója. Nemesi családból származik, mélyen vallásos, tehát ő is gyerekkorától a vallásosságát megéli, a szűzanya tisztelet ott van benne, és 22 éves korában történik egy betegség, ami rátör, egy leprához hasonló betegség, ami a vizsgálatokat is végigjárva az orvostudomány akkori állása nem tud mit kezdeni ezzel a betegséggel, teljesen hatástalan mindenféle gyógymód, és hát az mutatkozik meg, hogy ő azért követi a kápolnában zajló szentmisét, áldoztatják őt, és aztán egy szívből jövő imádsággal Istenhez fordul, látva azt, hogy az emberi élet mennyire törékeny, és a földi nagyság mennyire hiába valóság. Az imája úgy lesz meghallgatva, hogy aztán felgyógyul a betegségből. Az ő eredeti neve Ascanio. Ascanio, hogy fölépül csodálatos módon ebből a betegségből, szinte pár nap alatt, elhatározza, hogy az imájában megfogalmazza azt, hogy ő azért oda szeretné szánni az életét Istennek, és elindul Nápolyba, hogy ott tanuljon, és aztán pappá szentelődik 24 évesen. Bár ilyen fiatalon a szent azonnal gyakorolta a szent szolgálatot a börtönökben raposkodók irányában, a kórházban fekvő betegek között. Bele keveredik véletlenül egy rendalapításba. Ez úgy történik, hogy egyszer egy levelet kap egy genovai nemestől, Don Agostino Adornótól, és a nápolyi Santa Maria Maggiore apátjától, Fabrizio Caracciolótól. A levelet valójában egy azonos nevű, az ő kongregációkhoz tartozó szerzetesnek címezték, de a levelet átadják neki. Ascanio a gondviseléstől kapott jelként fogadja ezt. Ennek a félreértésnek lesz köszönhető, hogy Ascanio a két említett szereplővel együtt találkozik a Camalduliaknál, az ő kolostorukban, és ott megírják az új rendnek az alkotmányát, és így lesz ő társalapító. Ő az, aki azt javasolja, hogy a három fogadalom, szerzetesi fogadalom, szegénység, a tisztaság és az engedelmességet egészítsék ki egy negyedik fogadalommal, amely arra kötelez, hogy megtagadjanak minden egyházi tisztséget. A három alapító, amint elhagyják a Camalduli remetességet, azonnal elkezdik a maguk által adott szabályok szerint élni ezt a rendet, ezt a szabályt, amit aztán 1588-ban 5. Sixtus pápa, fogadva a Adornót és Ascaniót, elismeri az új alapítást, a klerikusok kisebb rendjének nevezi, és elküldi az alapításról szóló bulláját 1588-ban. Hamarosan számos pap fogadja el életmódjukat, amely magába foglalta a közös imádságot, a zsolozsmát, és örök imádást vezet be a rendbe. 1607, amikor igazából visszavonul a rendjétől, a rendjének a vezetésétől. 1608-ban Ferenc a teatinus testvérekkel, Antonióval Anyonéba ment, ahova a Fülöp-szigeti atyák hívták, akik csatlakozni akartak az által alapított rendhez. Lorettóba érkezve, a város kapujában hirtelen felkiáltott.
ez az én elpihenésem helye. Hamarosan olyan heves láz támadta meg, hogy ágyba kényszerült. Térden állva még tudta fogadni a viátikumot, vagyis az Úr szent testét, de nem sokkal később kínok között összeesett. Utolsó szavai így hangzottak, menjünk, menjünk, megkérdezték tőle, hová akar menni? Hangosan ezt válaszolta, a mennybe, a mennybe. 1608. június 6-án halt meg, miután különös módon megszólította Szent Mihályt, Szent Józsefet és Assisi Szent Ferencet. Ajkáról leginkább a következő kifejezések hangzottak el. Legdrágább Jézusom vére, te vagy az enyém, és általad, és csakis általad remélem, hogy üdvözülni fogok. Ó papok, törekedjetek arra, hogy minden nap szentmisét ünnepeljetek, és megittasodjatok ettől a vértől. Caracciolói Szent Ferencet 14. Kelemen pápa 1769. június 4-én boldoggá, 7. Pius pedig 1807. május 24-én szentté avatta. Szent Ferenc életéből azt meríthetjük, hogy nagyon fontosnak az eukarisztiát tartott az életében, és erre buzdította a papokat és a híveket is egyaránt, hogy éljenek azzal, hogy az áldozat bemutatói, tehát Krisztus megjelenítői, az eukarisztia megjelenítői, a papok, tegyék ezt minden nap, és a híveket pedig, hogy minél sűrűbben áldozzanak, tehát jöjjenek a szentmisére, és vegyék magukhoz az élet kenyerét, Jézus Krisztus magát. Erre buzdította, ugyanakkor pedig látta, hogy sokszor a körülmények hozzák magukkal azt, hogy milyen feladatra és milyen szolgálatra hív minket Isten. Őt arra hívta, hogy éppen rendalapító társ legyen, hogy éppen terjessze a rendjét a szegények gondozásában, a szegények segítésében, ugyanakkor pedig az eukarisztia tiszteletében is a híveket vigye közelebb Istenhez. Talán ez lehetett, és ugye annyira közel volt ez az élet kenyere. Ezért a szakácsok úgy érezték, hogy számukra is, mint akik ételt készítenek, közben járójuk legyen Szent Ferenc abban, hogy valóban az származzon az ő munkájukból, amit Isten ki akar hozni, hogy az emberek jól érezzék magukat együtt az ő elkészített ételeik fogyasztásakor, és valóban békesség és egyetértés alakuljon ki az asztal közösségében. Ferenc ugyanezt tette papként, aki hívta a híveket, és a szentségeken keresztül Krisztust ajándékozta a híveknek.